Megválaszolatlan kérdések, több témában is sajtótájékoztatót tartott Gábris Jácint, jobbikos önkormányzati képviselő. Annak kapcsán, hogy a kormány emelni az állami cégek, vállalatok vezetőinek juttatásait, a politikus elmondta, a magyar emberek több mint egyharmada a szegénységi küszöb alatt él. Ezzel szemben akad olyan vezető, akinek az éves bére felér legalább 40 ápoló keresetével. Gábris Jácint hozzátette, egyéb problémák is megoldásra várnak még. Alapvetően a migráns helyzet az, ami a központi figyelmet irányítja. Természetesen mi is azon vagyunk, hogy ebben a kormány segítsük, hiszen ez egy olyan válsághelyzet, ahol a politikai nézeteket valamilyen szinten félre kell tenni, de nyilvánvaló, hogy nem vagyunk vakok és süketek. Tudjuk, hogy még vannak lezáratlan problémás ügyek, ilyen mondjuk a Questor ügy, vagy ilyen mondjuk a devizahiteleseknek az ügye. Jó, hogyha a lakosság tudja, hogy odafigyelünk továbbra is ezekre az ügyekre.